a vonalban benne. Január 13-án közös állásfoglalást adott ki a Magyar Önkormányzatok Szövetsége és a Budapesti Önkormányzatok Szövetsége, amelyben a kormánnyal való másnapi egyeztetésre fogalmazták meg elvárásaikat. Ez az Önkormányzatok Nemzeti Együttműködési Tanácsának röviden ÖNET január 14-i ülésével volt kapcsolatos. Hogy végül is ez az ülés létrejött-e vagy sem, azt nem tudom, de született január 14-én egy veszélyhelyzettel összefüggésben levő magyar közlönyben megjelent határozat, talán ez a formája, amelynek legfontosabb pontja, hogy a 25 ezer főnél nem nagyobb lakosság számú települési önkormányzatokkal mi a helyzet, hogy azok az iparűzési adó elvonása után, tehát annak a csökkent, ugye azt megfelezték, vagy megfelezte egy rendelet még decemberben, tehát hogy hogyan lesz a 25 ezer főnél kisebb településeknél a kompenzáció, és hogy alakul a nagyobb önkormányzatok pénzügyi helyzete. Biztos bennem van a hiba, de én ezt egyáltalán nem értem. Tehát nem értem, hogy az mit jelent, hogy a nagyobb önkormányzatok pénzügyi helyzetét egyenként tekintik majd át. Ez mit jelent? Ez mit jelent a gyakorlatban? Hát nem értem, nem érted, mert senki nem érti. Hát ezen a bizonyos önetülésen, ahol ugye elvileg az önkormányzati szövetségek és a kormány jellemzően egyiket a belügyminisztérium és a pénzügyminisztérium tárgyal egymással, ott azok egyre inkább formálissá kezdenek válni, és ezen a bizonyos 14-i ülésen végül is mi nem tudtunk meg semmit, és arra a kérdésünkre, hogy akkor mégis hogyan zajlott. De te ezzel ott voltál? Tehát ez egy effektív összejövetel volt? Igen. Online vagy online volt ugye a Covid igen. szempontból, ami magában egyébként nem probléma. A probléma az az, hogy az ott lévő államtitkárok, helyettes államtitkárok tulajdonképpen kis túlzás alatt kell mondjam, hogy semmilyen felmerülő kérdést nem tudtak válaszolni. Azt elmondták, hogy nagyjából mi lesz a 25.000 főnél kisebb települések esetében, ami persze, ha darabra nézzük, akkor az önkormányzatok többsége ilyen, de ha meg választópolgára nézzük, akkor a választópolgároknak a fele azért ennél nagyobb településen él. Ezért az olyan nagyon nem mindenki, hogy ott mi fog történni. Ugye 70, közel 70 ilyen település van, ha budapesti kerületeket külön is számítjuk, már pedig ugye ők külön is részesednek az iparizési adóból, nem csak azt áruld el, hogy mi a különbség, mert ugye azt mondja a szöveg, a 2021 évben kieső iparűzési adó bevételének összegével megegyező összegben a központi költségvetésből támogatásra jogosult, mármint a 25 ezer főnél nem nagyobb lakosság számú települések. Ez azt jelenti, hogy egyébként két egyenlő részletben a szükséges támogatási összeg ismeretében legkésőbb június és október hónapban kell folyósítani, ezek a települések ugyanannyit kapnak, mint amennyit elvontak tőlük? Hát ez a cél, igen, ez a cél, és innentől kezdve ugye érthetetlen, hogy ez miért nem érvényes minden magyar önkormányzata, és ez volt az, amit mi a Magyar Önkormányzatok Szövetségével és a Budapesti Önkormányzatok Szövetséggel követeltünk, mert ez a józan paraszti szerint, ha már a kormány hoz egy ilyen döntést, ami most nem menjünk bele, szerintem egy marhaság, tehát gazdasági kitolhatásra szerintem nincsen, sőt, kicsit még torzít is az igazságosság felől, az igazságtalanság felé szerintem. Ez egy külön téma, erről is beszélhetünk, hogy miért gondolom így összességében, ugye más bevételeiből jótékonykodni az nem jó fejség, és akkor most én nagyon egyszerűen fogalmaztam. De hogyha már így dönt, akkor viszont ezt szerintem kompenzálni kell, és onnantól kezdve, amikor azt mondják, hogy egyedi megállapodások lesznek, hát ugye aki az elmúlt 10 évet Magyarországon töltötte, és ismeri a magyar belpolitikát, az pontosan tudja. Jó, ide még el fog jutni, ez a cél, de én most fel fog olvasni egy mondatot, amely konkrétan azzal a félelemmel tölt el, mint ami matematika órákon volt, mert a 25 ezer főnél nem nagyobb lakosságszámú településekkel kapcsolatban is van egy olyan matematikai modell, ember legyen a tarpán, aki érti, én biztos, hogy nem, azt mondja, hogy a mértéke, mármint a támogatás mértéke, a támogatás összege, a kormányrendelet X paragrafus dörödöm, adó előleg csökkentés összege növelve a helyi adókról szóló 1990 évi dörödöm bekezdése szerinti
iparűzési adóalap megállapítást választó adózó adóalapjának a 2021. január 1-én hatályos önkormányzati adórendeletben megállapított adómérték és az 1%-os adómérték különbözetének a szorzatával. Én komolyan azt gondolom, hogy hány éves a hajós kapitány, szerintem a hátlevő idő önmagában kevés ahhoz, hogy te ezt elmagyarázd és megértsem. Lehet, hogy elmagyarázni tudod, de én ezt nem értem. Te érted, hogy mi van leírva? Hát azt gondolom, hogy igen. Ez mi? A lényeg az az, hogy az iparizési adó, ugye az a nettó árbevétel 2%-a a cégek esetében maximum. Tehát az önkormányzatok egy részénél nem 1%. Amikor 1%-a csökkentik, akkor a csökkentés valahol 1%, valahol ennél kevesebb. A lényeg az, hogy ami pénzt kiesik, ezek visszaadják. Ez van oda leírva. Ami egyébként az egyedül helyes megoldás az utána adott lépés után, tényleg az csak a kérdés, hogy egyébként akkor mi a túrója, nem ugyanez történik a nagyobb településeknél is, ahol egyébként nyilvánvalóan... De nem csak erről van szó, hogyha egyébként visszaadják, akkor miért veszik el? Hát igen, mert azért, mert el az önkormányzatot végül is nem elveszik, abban az értelemben a vállalkozásoknál hagyják. Ugye most, ha már belemegyünk ilyen bonyolult dolgokba, azért azt tudni kell, hogy az iparizési adó összege az csökkenti a társasági adóalapot, tehát hogyha kevesebb iparizési adót fizetnek az önkormányzatok, a cégek, akkor több adót fizetnek az államnak a társasági adónál. Igazad van, ez két különböző zseb. Igen, ez két különböző zseb. Igen, tehát lényeg az, hogy innentől kezdve ugye az önkormányzatiság lényege az, hogy az önkormányzatoknak van valamilyen saját forrásuk, és a saját településük érdekében ezt többé-kevésbé szabadon költik el. Ugye ez az önkormányzatiság lényege. Hogyha az önkormányzatok teljes mértékben visszakapnák egyéni alkuban az összes pénzt, amit elvettek tőlük, akkor is sérülne ez a elképzelés, mert akkor nyilván egy alkuban kellett visszakapni. De ráadásul hát fel vagyunk arra készül, hogy ez nem így lesz. És az összes, hogy mondjam, ilyen bonyolult adóügyi tologatása a rendszernek, az valójában mind ahhoz szólt, és éppen tegnap nekem egy kerületi polgármester mondta, hogy valójában ez a főváros hivatásáról szól az összes ilyen dolog, hiszen nekünk az iparüzési adó, az egyedüli adó nem, amit mi beszedünk, ugye Budapesten az összes más adónemet, építményadó, meg mindenféle más adók, amelyeket szintén megtizedeltek, azokat mind a kerületek felébe. Tehát mi ebből élünk. Tehát ha az iparüzési adóval báboznak, akkor velünk báboznak elsősorban. Nyilván ez másokat is nagyon súlyosan tud érinteni. Tehát azért egy Debrecennek ez több milliárd forint, de nekünk meg több 10 milliárd forint, és ráadásul nálunk az a nagy gyomros, amit kaptunk az önkormányzati adó ennek a szorítatási járuléknak a megemelésével, az minket már megrogyasztott. Tehát most még belénk is rúgnak, miközben már így is hát mindent érdekelünk. Van-e elképzelés arról, vagy mikor lesz a pudingnak próbája a tekintetben, hogy ha a kormány áttekinti egyenként a 25 ezer főnél nagyobb lakosszámú települések helyzetét, akkor ez a kompenzáció hogyan történik, vagy erről még senkinek sincs tapasztalata, mert ilyen még nem történt, egyeztetés sincs róla, irányelvek sincsenek, semmi? Én abban a tudatban vagyok, egészen tegnap estig, hogy olyan egyeztetés, ahol egy kormány lejut volna egy önkormányzattal, ilyen nem volt. Olyan, hogy önkormányzati szövetségeken belül megy az agyalás, hogy ki, hogy merre, olyanról tudok. Olyanról, hogy a kormány konkrétan tárgyalt volna bárkivel, erről nem tudok. Nyilván eljön majd ez az időszak is. Ezek vagy nyilvánosak lesznek, vagy nem. Aztán a végén ezt a tőzményben hajna háromszor megjelenik majd valami. Hát nem akarom elinolizálni, mert szerintem ez borzasztó, hogy nem lehet se egy válságot kezelni, se egy országot, se egy települést vezetni, de így élünk. Tehát gyomorgörcsön a kollégáim reggel megnézik a közönt, hogy mi van benne, ami most nekünk rossz. Ma reggel speciál nem volt semmi, de tegnap meg holnap lehet, hogy tegnap volt, és holnap lehet, hogy lesz. Azt kérdezem, hogy egy tízes skálán te tízesre vagy meggyőződve, hogy ez az önkormányzati választások eredménye kapcsán jött egyértelműen politikai reakció? Abban az értelemben igen, hogy ez nyilván több dolog kellett ahhoz, hogy a kormány rászánja magát, hogy rövid forrára veszi az önkormányzatokat. Az kétségtelen, hogy nyilván, hogyha minden önkormányzatnak kormánypárti vezetése lenne, akkor is ebben az irányba lépne a kormány, mert nyilván, hogy ennek a kormánynak ugye az a logikája, hogy meghosszabbítja a bicskét. Tehát ugye mindig megy előre, és azért a hatalmi súly építése szempontjából azért az se teljesen mindegy, hogy vannak önkormányzatok, amelyek ugyan kormánypártiak, de azért mégis van saját pénzük, van saját
kommunikációs csapatuk van, saját politikai súlyuk, befolyásuk, nem tudom, ezeket nem szokták szeretni azok, akik nem szokták szeretni, hogy más, hogy az hatalomban monosztokkodni kell. De szerintem ez alapvetően 22-ről szól, meg a válságról szól, mert a válság nagyon élesen felvetette azt a kérdést, hogy van-e Magyarországon érdemi kormányzás, hogy a kormány mennyire tud megbírkózni egy olyan válsággal, amit nem ő talált ki, hanem amit tényleg van. És az, hogyha az önkormányzatok bármilyen színezetűek is tudnak bizonyítani egy ilyen válsághelyzetben, és szerintem egyébként tudnak, és ezt nem csak az ellenzékire, meg a budapesti önkormányzatra mondom, általában az önkormányzatok szerintem jobban helytálltak ebben a helyzetben, mint a kormányzat, az politikailag nyilván nekik veszélyes, és ezért használjuk mi azt a, és egyébként teljesen spontán módon elterjedt most már, nagyon sokan használják ezt a mondatot, hogy a városaink kifosztása az önkormányzás, mert hát tulajdonképpen az történik, hogy mi próbálunk a helyi kormányzati szinten valamit a válságon kezelni, és csinálni helyes dolgokat, amiket kell, és Magyarországon pedig hát van egy nagyon erős kormány, de kormányzás, közpolitika, a dolgok ügyintézésében szerintem nem állunk jól, és a kettő közötti kontrasztot akarja a kormány azzal szompítani, hogy elveszi a forrásokat, amiből nyilván helyben is dolgokat lehet csinálni, pénzben tudnak meg a nehéz. A kommunikációról a legvégén lesz szó, részint a holnapi esemény, a Republikon konferenciája kapcsán, részint a tegnapi esemény kapcsán, de előtte még azt kérdezem tőled, hogy az, hogy a kormány a fideszes vezetési városoknak karácsonykor külön feltételhez nem kötött X milliárdos támogatást ad, az mit fejez ki, illetőleg, hogy mit fejez ki, az többé-kevésbé érthető, talán, de nem akarom megválaszolni a saját kérdésemet, de ami a kommunikációs kampányt illeti, annak a felvezető kérdése az az, hogy ugye itt van előttem az az összeállítás, hogy kormányzati megszorítások, ugye aki a Budapest portált nézi, az tapasztalhatja, hogy van ezen ilyen, és abban van az, hogy mit lehet tenni, állj ki amellett, hogy minden budapesti megkaphassa, ami neki jár, csatlakozz Facebook oldalhoz, van arról szó máshol, hogy vegyél bérletet, hogyha módodban áll, akkor fizesd a teljes iparűzési adót. Én azonban azt kérdezem tőled, hogy ezt az egész nyavajakorságot, amiről mi beszélünk, miközben naponta, vagy két naponta vannak beszélgetések, Tütő Kata és Fürjes Balázs, csak te, csak Fürjes Balázs, csak Tütő Kata, csak Láng Zsolt, és nem sorolom tovább, hogy ez egyébként mennyire van érthető, és fel, és át gondolt formában ott az emberek fejében, hogy amiről te beszélsz, vagy amiről Láng Zsolt beszél, az pártpolitikai alapon marad meg az emberek fejében, vagy érték ezt a matematikát, matekot szoktak mondani, de nem az én szövegem, de ez ügyben tényleg matekról, vagy matematikáról van szó, mert ez itt most nem úgy tűnik, és azért mondom, hogy úgy tűnik, mert a feltételes módot még így is fenntartom, miközben nem nagyon érdemes, hogy ez egyébként tényleg egy kiszorítósdi, már csak az a kérdés, hogy két egyenrangú fél között. A kérdés tehát az, hogy ez világosan van-e az emberek fejében, szerinted? Nyilván sok szám elhangzik, az egész egy kicsit bonyolult, nem és kicsit. Van is abban politikai érdek, hogy ez úgy elbonyolódjon. Én ezt nem tudom, én utoljára tavaly nyáron láttam arról közleménykutatást, hogy ezt a budapestiek hogyan ítélik meg, és már akkor, amikor a helyzet egyébként ennek a töredéke volt, és a kommunikációs fontolónak is, hát hogy mondjam, nem voltak ilyen élesek, már akkor nagyon nagy többsége volt azoknak, akik azt mondták, hogy ez a város hivatásáról szól. Éppen tegnap olvastam a Ferencváros által készített közleménykutatást a saját kerületi dolgaikra nézve, amiben ez az olló, ez 70-30, tehát hogy nagyjából az emberek 70%-a Ferencvárosban úgy érzi, hogy ez a város hivatal, és egyébként nem akarok most nagyon ebbe belemenni, de gyakorlatilag a Fidesz az megtüzelődő a Fidesznek a szavazótából a Budapesten. Tehát, most abban is be lehetne menni, de nem a mi dolog, hogy ez tulajdonképpen jó-e a Fidesznek. De engem ugye, mármint, hogy politikai értelemben ebből nem jönnek ki nagyon rosszul. De ugye engem valójában nyilván nem értjük aggódom, hanem a városért. És ez a kampány egyébként most tényleg nem arról szól, hogy akkor egy politikai háborút vívunk, amiben ugye hát mi nem tudunk háborúzni,
mert nem mi hozunk rendeleteket, tehát hogy ez nem két egyenrangú félnek a csatája, vagy kiszorítós díja, hiszen nekünk nincs semmink, amivel a kormány csapban tudjuk tartani, neki pedig mindenük van. Nekünk egy dolgunk van, a budapestiek létező, vagy építendő támogatása ebben az ötközetben. De ez részben arról is szól, ez fontos tudni, hogyha az iparőzési adó csökkentést az összes budapesti közép és kisvállalkozás kérni fogja, akkor mi csődbe fogunk menni. Hát amikor azt mondjuk, hogy lehetne kérd, akkor az nem egy ilyen, hogy mondjam, nem egy ilyen kötelező kör, hogy akkor ezt el kell mondanunk, nem. Nekünk élethalál kérdés, hogy ez így legyen. Nekünk élethalál kérdés az, hogy amikor előbb-utóbb csak a járvány nyon túl leszünk, és a vakcina eljut elég emberhez, akkor az emberek újra visszaszokjanak a közösségi közlekedésre. Ez nekünk élethalál kérdés, mert ott olyan jegybevétel kiesésünk van, amit ezben ugye a kapacitást, legalábbis a este 8 előtt, ugye nekünk teljes mértékben fönn kell tartani, és azért ugyanazt a szolgáltatást kevesebben fizetnek érte, akkor abból szintén nagy problémánk van. Meg az is nagyon fontos, hogy a védőoltásra túl leszünk az összes beszerzési meg logisztikai problémán. Ehhez sok jó indulat kell, hogy ezt feltételezzük, hogy ez hamar megtörténik minden irányba, de tegyük fel, hogy ez megvan. Akkor is azt kell, hogy az emberek akarják azt, hogy be legyenek oltva, mert a budapesti gazdaság nem fog talpalni. Tehát az éttermek, meg a szállodák, meg az élet a városban nem fog újraindulni. Tehát ez a kampány ebben az értelemben elsősorban... Miről szól a kampány? Vagy miről fog szólni? Erről. De mit fog most mondani? Azt a hangot. Azt fogja mondani, hogy? Azt fogja mondani, hogy oltasd be magad. Azt fogja mondani, hogy vegyél bérletet. És azt fogja mondani, hogy ha helyetted, akkor ne kérd az iparűzési adódat vissza, mert különben a város tönkre megy. És ennek az alapfelvetése, felsőfelítése az, ugye, hogy ki ne akarná, hogy holnap is jöjjön a villamos. Ez olyan nagyon kézenfekvőnek tűnik, csak az a helyzet, hogy ma már ez nem kézenfekvő, hogy holnap is jön a villamos, és ezt akarjuk elmagyarázni. Ez számodra nem evidens, az emberek számára még evidens, a kettő közötti hidat valójában nagy valószínűséggel csak akkor lehet összekötni, ha az emberek egyébként tényleg azt tapasztalják, hogy nincs fűtés, nincs víz és nincs busz. Addig, amíg van víz, van fűtés, van busz, addig fel lehet erre hívni a figyelmüket, de hogy mekkora eredménnyel majd kiderül, és megmondom őszintén, hogy ezeknek az utcai szemét izéknek az eltüntetése kapcsán azt gondoltam, hogy sokkal nagyobb lesz a felhördülés, de egyebek közt azért nem volt nagyobb a felhördülés, mert hogy egyébként a környezet tudatos életmód a szónak abban az értelmében, hogy ne szemeteljünk, sajnos ma Budapestre ilyen mértékben jellemző vagy nem jellemző. Nagy kérdés, hogy nem kell-e beállni az effektív rossznak ahhoz, hogy immár a ne tájékoztatási kampány legyen, hanem azt mondják, hogy ez van. Különös tekintettel arra, hogy eddig mindig az ellenzékre mondták azt, hogy minél rosszabb, annál jobb ez az ő élethez való viszonyulásuk, az pedig, hogy ez legyen a kormányzat politikája, ezt ugyan látom, de képtelen vagyok elhinni, mert nem tudom azt gondolni, hogy mint valami Fradi vagy Újpest rám úgy tekintsenek, mint aki nem elég, hogy ne nyerjen, de hogy veszítsen. Tehát a fociban még csak van értelme, de itt meg semmi. Teljesen igazad van, és én azért gondolom, hogy inkább próbáljuk meg ezt elmondani, mint hogy beálljon ez a valós helyzet, mert nem szeretném, hogyha ez a helyzet beállna, és amikor letelelünk tőle, nem tudom, pár ezer zöld kukát, akkor csak egy apró kis darabja villan föl azoknak a rossz szenárióknak, amik itt még lehet. Én ezt értem, mint ahogy a diszkivilágítással kapcsolatban is ment egy most itt fel nem idézendő vita, de azt áruld el nekem, hogy tényleg, ha a matematikát nézzük más módon, a vidék ennyivel többet számít, ha már egyébként a fővárosban a Fidesz elszenvedte azt, amit elszenvedett. Magyarul, hogyha ránéz valaki a választási matematikára, akkor nagyon fájó szívvel, de lemond Budapestről abban a reményben, hogy egyébként mindaz, amit a főváros nem kap meg, de megkapja a vidék, az vidéken bejön, és ha vidéken bejön, és kivonjuk az egészből a fővárost, akkor még mindig nyerésre állunk? Tényleg ezt mutatja a választási matematika? Hát nézd, az, hogy a Fidesz-Budapestet választási szempontból elengedte, az látható. Tehát levonult az összes fontos politikus, és ilyen kispadról érkezettek, ültek be a helyükre. Ezzel együtt is, tehát az a beállítás, hogy itt a vidék és a főváros az két külön bolygó, az a végtelenül káros. Tehát csak egy példát, hogy mondjam.
a magyar GDP-nek szerintem 5-6%-a a budapesti turizmus. Önmagában, nem a budapesti gazdaság, mert az 40%, csak a budapesti turizmus. Az, hogy a budapesti turizmus napra áll-e mondjuk legalább nyára vagy őszre, az az összes magyar település számára élethalál kérdés, mert abból élünk, hogy Budapest, többek között abból is élünk, hogy Budapestre jönnek külföldi turisták. Ez egy végtelenül rossz irány, és hát az, hogy, és hogy mondjam, mégiscsak az a kérdés, hogyha valaki egy települést párpolitikai érdekből képes büntetni, akkor méltó arra, hogy, hogy kormányozza egy országot? Hát szerintem ez egy nagyon. Ugye ez azért éles és fontos fogalmam kérdés. Sincs, hogy a műsor történetében lesz-e mód arra, hogy páros interjú készüljön adott esetben Füriyes Balázssal vagy mással, hiszen ezek a beszélgetések itt mindig meg szoktak bicsaklani, hiszen te ezt mondod, a másik fél pedig más mond, vagy Tütő Kata mond valamit, és a másik, tehát itt, itt nincsenek hidak, itt hídpillérek vannak, de híd nincs közöttük, és aki oda próbál álmodni egyet, mint egy műsorvezető, hát az kudarcra van ítélve. Már csak az az egyetlen kérdés marad, beleértve, hogy akkor valami időpontot kéne találnunk, meg hát meg kéne beszélni azt, hogy akkor a te visszatérésed ebbe a műsorban különös tekintete arra, hogyha Füriyes Balázs is itt lett, de ettől független, teljesen önálló jogon neked helyed volt, és helyed van a Kejfej Jancsiban, úgyhogy erről majd valamilyen módon egyeztessünk, de azt kérdezem tőled, hogy miközben a Vitrainak nem biztos, hogy igaza van meg, most nem is a Vitrain van a hangsúly, hanem a tőle eredő mondandón, hogy aki felülkerekedik, az alul marad. Én ebben hiszek. És ezért nem értem, hogy miért csinálják ezt, maguknak is álltanak ezzel, de sajnos nagyobb baj az, hogy álltanak az országnak és az emberek Budapestnek. Jó, találjunk módot, hogy beszéljük meg azt, hogy mi legyen az együttműködés módja. Jó. Nem kell szerződést kötni, tehát ez eszedbe se kell, jusson, ez a tudat ne nyomasszon. Köszönöm szépen, és boldog új évet kívánok. Boldog új évet. Szia, Gergő. Önök Karácsony Gergelyt hallották, Budapest főpolgármesterét.